Összesen 29 település önkormányzata vett részt Encsen az Encsi járás önkormányzatainak napján. Ennek célja, hogy a kis települések polgármesterei, jegyzői és az önkormányzat dolgozói találkozzanak. Az eseményen dr. Hörcsik Rihárd Abaúj Zemplén országgyűlési képviselője köszöntő beszédében elmondta, hogy már hagyományosan ez egyfajta seregszemle, amikor is a települések olyan dolgokat mutatnak be, amelyeket elsősorban közmunkaprogramban készítenek. Az elmúlt időszakban itt az Encsi járásban nagyon sok pályázatot sikerült megvalósítani, ami nem csak egyes, hanem több önkormányzat összefogásával. Ezért fontos, hogy ennek az egyfajta összefogásnak a kifejezése ez a mai nap. Örülök annak, hogy itt lehetek, mint a térség egyik országgyűlési képviselője, hiszen Abaúj egy fontos része a vármegyének, és itt a nehézségeink ellenére is azért a lassú fejlődésnek voltunk és vagyunk tanúi, ezt meg kell becsülni, az elért eredményeket, és egy kicsit a jövőre tekintünk, reméljük, hogy a háborús helyzet lassan oldódik és egyszer már vége lesz, és akkor készen állunk a startra, hogy ismét a régi kerékvágásba zökkenjenek vissza az önkormányzatok fejlesztései, reméljük azt, hogy mindez hamarosan elkövetkezik. Dr. Hörcsik Rihárd hozzátette még, hogy ez a nap bizonyítja, hogy az Encsi járás dolgozói jó közösséget teremtettek. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye főispánja is az összetartozásról és annak jelentőségéről beszélt, valamint, hogy ezek a kis települések minden olyan lehetőséget kihasználnak, amelyek segítik a fejlődésüket. Én azt látom az elmúlt egy évtizedben, hogy a kis településeknek a legnagyobb erőssége a lokálpatriotizmus és a közösségi hozzáállás a dolgokhoz. Mindenből megpróbálnak értéket teremteni. Nem sokára lesz a vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár, több mint 50 település vesz majd rajta részt, ahol szintén azt látjuk, hogy még a legnehezebb területeken, a legnehezebb körülmények között élők között is értéket tudnak a munka által előállítani, akár saját két kezükkel. Ezeken a kis településeken azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mindenből értéket létrehozni. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy mindig szükség van egy olyan napra, amikor megpihennek, megbeszélik azokat a feladatokat, amelyeket már sikeresen teljesítettek, valamint azokat, amelyek még előttük állnak. Azért is fontos, mert azért a mindennapok elég, úgy mondanám, hogy rohanó világában élünk, és szükség az, hogy néha megálljunk, és fontos is, hiszen a polgármesterek is komoly felelősséggel bírnak a saját településük iránt, ugyanúgy mi is képviselők, akik képviseljük őket a parlamentben. Valóban egy olyan területfejlesztési koncepciót kell kidolgozni, a települések fejlődését célozza és irányozza meg. És hogyha visszatekintek az elmúlt évekre, akkor örömmel mondhatom azt, hogy a Magyar Falu Program keretében ezek a kis települések nagyon sokat fejlődtek, előreléptek nem is egyet, hanem kettőt vagy hármat, hiszen nincsen olyan település például az én választókerületemben, ahol valamilyen beruházás vagy fejlesztés ne történt volna meg. És erre úgy gondolom, hogy közösen kell büszkének lenni. A jelenlévők közül többen kiemelték, hogy az Encsi járás egyik erőssége a közösségteremtés, hiszen a munkájuk által tudnak és akarnak is értéket teremteni.